Második János Pál nevét viseli a Mária Pócsi idős otthon. Szerda óta azonban nem csak a szociális intézmény, hanem egy úti ikon is őrzi a 2014-ben szentté avatott pápa emlékét. Országos politikusok és megyei vezetők jelenlétében leplezték le, majd szentelték meg a képeket. Mária Pócson ez a második nagy úti ikon, de a megyében korábban máshol is állítottak már ilyet. Általában az Istenszülőt Máriát ábrázolják, de ez most különleges a rajta szereplők miatt. Szent II. János Pál pápa ikonja van rajta az egyik oldalon, másik oldalon pedig a Częstochovai Máriának a képe. És az embereket hozzásegítjük ahhoz, hogy útjuk során találkozzanak a szenttel, a szentekkel, rajtuk keresztül az Istennel. És itt most, amikor a idősek otthona előtt helyeztük el ezt az úti ikont, egyrészt szól az úton levőknek, másrészt pedig az út végén lévő idős embereknek nagy megerősödés, lelki megerősödés szolgál majd mindkettőjüknek, mindkét csoportnak. Az úti ikon szentelésén a KDNP több politikusa is részt vett, akik az aznap Máté Szalkáról indult és csütörtökön Mária Pócsra érkezett kereszténydemokrata emlékszarándoklatba is bekapcsolódtak. A párt országos választmányának elnöke azt hangsúlyozta, fontos, hogy az ember egy-egy ilyen út során a megtisztulás folyamatán menjen át. Képes legyen ebből a világból kitekinteni, áttekinteni, hogy főleg görögkatolikus világban mondják ablakot nyitni a láthatatlan világra, és szembesülve mindazzal, amit a hétköznapok számunkra diktálnak, el tudjon mélyülni, és próbálja megkeresni az Istent, kérni tudja őt arra, hogy neki családjának, országának, nemzetének adja meg a megtisztuláshoz szükséges erőt, adjon békét és szeretetet, és ha ezt megkapjuk, akkor igazából mindent megkaptunk. A KDNP frakció vezetője beszédében azt emelte ki, hogy felelősségünk, feladatunk van hitünk megőrzésében, ehhez pedig fel kell ismernünk az időjeleit. Mint fogalmazott, tudnunk kell, hol és hová tartunk. Alapvetően az a célja ennek az összejövetelnek, hogy megerősítsük a hitünket, és természetesen fölkészüljünk alapvetően lelkileg is a parlamenti küzdőtéren való helytállásra. Természetesen betartjuk a szigorú biztonsági szabályokat, a maszkviselés és a kellő távolságot is, úgyhogy mindenképpen lelki feltöltődés a célja, közösségépítés a célja, összetartozás érzésének az erősítése, és mint mondottam, volt a hitünknek a megerősítése a célja ennek az arándoklatnak. Mária Pócs szívében hordozza a Szent Pápa emlékét. Az eseményen 1991-es látogatására és születésének 100. évfordulójára is emlékeztek. Az úti ikonon is két általa a nemzeti egyhelyen mondott gondolat olvasható.